futószalagon száguldanak a zöldségek Karcagon. Az Agrosprint ZRT 35 országba exportálja gyorsfagyasztott zöldség és gyümölcs termékeit, 100%-ban magyar alapanyagait pedig 250 hazai termelőtől szerzi be. A cég most szintet lépett. 15 féle zöldséggyümölcs feldolgozására alkalmas, automatizált technológiai vonalakat építettünk fel 9500 négyzetméterű feldolgozó üzemünkben. Mindehhez 6000 négyzetméteren 20000 tonna méhütőtároló kapacitás létrehozása párosult. Az új üzemünk infrastruktúrális kiszolgálására megépítettük saját vízművünket, hűtéstechnológiai gépházunkat és a termékek főzését kiszolgáló kazánházunkat. A beruházás összértéke meghaladja a 12 milliárd forintot, melyet az állam egyedi kormánydöntés értelmében 4,8 milliárd forinttal támogat. Karcagnak, a nagykunságnak megélhetést, a foglalkoztatás bővülését jelenti, hiszen 100 új munkahely jött létre, így már 400-an tudnak dolgozni az Agrosprint karcagi telephelyén, amely magyar családi vállalkozás, a térségbe a termelők számára épp úgy fontos, mint a itt dolgozók számára, és magyar terméket állít elő, sőt juttat el a külpiacokra is. Az év agrárberuházása, élelmiszeripari beruházása, amely a legnagyobb a maga nemében. Én bízom benne, hogy ez a vállalkozás sikerét fogja majd erősíteni, és további fejlesztésekre kerül majd sor. Magyarország élelmiszerellátása nem függhet a külpiacoktól. Ezért a kormány célja, hogy támogassa az új élelmiszeripari gyártókapacitások létrehozását, hangsúlyozta az átadón a pénzügyminiszter. Varga Mihály emlékeztetett. A kabinet folytatja azt a gazdaságpolitikát, amely garantálja az ország biztonságát, megvédi a munkahelyeket és a nyugdíjak reálértékét is. Hát nem csak a térség, hanem az ország szempontjából is nagyon fontos, hogy az élelmiszeripar kapacitásai bővüljenek. A háború és a utána következő szankció világított rá igazából, mennyire ki vagyunk szolgáltatva olyan hatásoknak, amivel az ország, ha nem rendelkezik saját önálló gyártással, például egészségiparban, gyógyszeriparban vagy máshol, akkor bajba kerülhet. Az élelmiszeripar alapvető fontosságú, jó magyar minőségű élelem kell, hogy az asztalra kerüljön. Ennek érdekében a kormány támogatja azokat az élelmiszeripar fejlesztő beruházásokat, amelyek főleg az agrárium jellegzetes területein, az Alföldön valósulnak meg. Ennek része az Agrosprint beruházás is. Ez a zöldség, gyümölcs feldolgozó üzem 15 milliárd forintos beruházási összegével azért nagyságrendekkel komolyabb, mint egy ilyen átlagos beruházás. A kormány ezt támogatta jelentős forrással. Sikerült a beruházást tető alá hozni, nyilván voltak nehézségei a kivitelezőknek a megnövekedett költségekkel, de szerencsére elkészült az üzem, és most már működik is. Az Agrosprint az elmúlt 20 év alatt Magyarország legnagyobb gyorsfagyasztott zöldséget és gyümölcsöt feldolgozó vállalatává nőtte ki magát. A most átadott új egységgel már több mint 400 embernek biztosít munkahelyet.